Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Bertolt Brecht, Szecsuáni jólélek című drámája és a zenés átirat is kiváló alkalmat adott a színházrajongóknak arra, hogy egy kicsit tovább gondolják ezt a korszakos alkotást. A Thália szerelmesei természetesen nem csalódhattak, hiszen Bagó Bertalan rendezésében nagyszerű színészeink Petrik Andrea, Tóth Ildikó, Nagy Péter, Krisztik Csaba, Gáspár Sándor és Derzsi János főszereplésével egy feledhetetlen színházi estének lehettek tanúi. Lehetek őszinte veled? Nem! Nem mondhatod meg nekik, hogy mivel foglalkozol. Akkor inkább várj ide. Amíg nem akarsz elmenni a férfival. Nem megy túl jól nekem. És a reggelig nem taporom össze, a labdét kihajítanak. Egy ilyen helyzetben nem szabad pénzről beszélni. Nem tudom, de az üres gyomor a császár születésnapján is korom. Jó. Befogadom őket. Bertolt Brecht drámáját, illetve példázatát, ahogy ő írta, Szecsuánba helyezi. És ez a tartomány mindazon helyeket képviseli, ahol ember embert kizsákmányol. Kérdés, hogy tényleg ez a megnyugtató távolság biztosítaná azt a nézői szemlélődést, amely a brechti színház sajátos befogadását jellemzi? Vagy az európai közönség számára ma is ez a helyszín az, ami a legtömörebben jeleníti meg az arctalan, elnyomott társadalom szürkeségét? Nagyon adja magát a történet. Brecht egy ilyen nagyon erős, vaskemény, acélbetonból épített házat ebből a darabból, és azt megkeresni, hogy ez egy ilyen fogyasztható, groteszk humorral átszőtt történet legyen, ahhoz, hogy utána a mélységeit is megmutassuk, mert a kettő együtt van. Mint ahogy ami arról szól, hogy egyszerűen vegy tisztán nem lehet megtalálni a jót és a rosszat. De ugyanez van az, hogy a drámában, hogy gondolom, hogy mennek kell lenni a humornak is, vagy a groteszk megvalósításnak, ami ellenpontozza azt a mélységet, mert akkor jobban, hamarabb és nagyobb váltásokkal tudunk eljutni arra a pontra, ahol az ember elgondolkodik, és nem csak lenyomom a nézőtéren, és azt mondom neki, hogy ilyennek kell lenned, hanem inkább az, hogy elgondolkodtatni érzelmek által és értelem által elgondolkodtatni nézőt, hogy tulajdonképpen a saját gondolataival, a saját emberi magatartás formájával, a saját lelke színpadán játszódó történetekkel hogy tud elszámolni, hogy elgondolkodjon, hogy az élet milyen, amikor megy hazafelé, vagy holnap reggel föl kell a színházból. Amikor a döntés felelősségéről beszélünk, az tetten érhető. Minden tele van újrakezdéssel, szakadékkal, mélységekkel és magasságokkal természetesen. Mint hogy az emberi élet is. Tehát azt hiszük, hogy már vége van, és akkor valami oknál fogva újrakezdjük, és hogy azt hiszük, hogy most már a legnagyobb boldogságban vagyunk, akkor holnap egy pillanat alatt tudunk a legmélyebbre zuhanni. Tehát ez nagyon, nagyon jól és nagyon pontosan leköveti Brecht, és nem magyarázza túl sem. Tehát nem egy ilyen realista módon, hogy éppen ezzel nagyon nehéz eljátszani. Nagyon nehéz megrendelni, tehát egyáltalán megcsinálni ezt a darabot, mert nem csinál előkéket, utókákat, meg nem tudom, hogy hirtelen szakadékokat csinál, olyan mint hogy a túlsrajzzal dolgozna, vagy csinálna egy csontvázat, mint a húst, meg az egész bőrt, meg mindent, azt a színészetnek, meg az előadásnak kell ráraknia, hogy egészé váljon. De a csontváz, a sziklaszilárd csontvázat mindig megcsinálja. Tudatos volt, hogy a közhelyeket lehántjuk a közhelyekről azt, ami közhelyé teszi, és egy olyan millióbe helyezzük bele, ami mélységesen emberi? Igen, meg az, hogy a közhelyek legyenek viccesek, de hogyha a közhelyekről derüljenek ki, hogy közhelyek, és az, hogy ami emberi, meg valóságos, meg igazi érzelmek, meg fontos mondani valók, azok jussanak el az emberhez, mármint a nézőkhöz, meg egymáshoz. Hát ez fontos. És hát egy olyan díszletet csináltunk Verecke Ritával, ahol ez mint egy ilyen boncasztal van, kizsigerelik az embereket, akik benne vannak, kinagyítják azokat az érzéseket és gondolatokat, amik bennünk járnak, a folyamatokat meg lehet vizsgálni. Tehát nem nyomja el különböző fajta organikus díszlet, hanem nagyon tiszta, egyszerű hely, ahol az ember természetének vizsgálata folyik, és hát önmagában látjuk az embert, hogy milyen is, amikor ez történik vele. De én nem vagyok biztos magamban. Hogy legyek jó, mikor minden olyan drága? Ezzel nem tudunk segíteni. Nem tudjuk elszámolni, odafelé. Miért? Igen. Hallottuk, hogy nem tudok összeszedni a labéredet. Hát mi nem vagyunk szegények, és természetesen fizetünk az éjszakai szállásit.
A darab alapkonfliktusa Sente férfivá váltásában ölt testet, hiszen a jóhiszemű fiatal nőnek rá kell jönnie, hogy saját érdekeit és mások érdekeit egyszerre nem képviselheti, így mikor valóban akár a jóság fogadalmát megtörve Sente a sarkára áll, kénytelen identitást cserélni és saját nagybátyjának beöltözve megjelenni a többiek előtt. Nem, mert tényleg most az egész próba folyamat alatt olyan sok mindenre rájön az ember, hogy ez tényleg úgy működik, mint a Sente, hogy ahhoz, hogy másokon is segítsünk, bántani is kell másokat, vagy hogy nem működik, nem lehet csak úgy jónak lenni a világban. Ugye az izgalmas ebben, hogy ez valójában egy szerep. Ezt ugye tudják a nézők, így van megírva, meg tudja a színésznő, aki játsza. Hogy ugye két karakter, ez kétféle gondolkodás, de mégis egy ember csinálja, mert ahhoz, hogy el is mond a végén, tehát az, hogy élni tudjon, egyszerűen muszáj egy más logika alapján élnie, gondolkodnia, csinálni az életét neki, hogy ne tépjék szét az emberek. De ez a legszebb, hogy ez ugye a Sentének egy döntése. A romlatlanság illúzió ebben az értelemben? Szerintem pont az jó, tehát a Sente például egyáltalán nem szent, vagy nem áldozat. Ez is olyan szép, hogy a Brecht nem egy nagyon, tehát a periféria aljáról mutatja be ezt a figurát, vagy hozza ezt a figurát nekünk. Vannak barátaim? Nem. Rengeteg. Csak egyik sem hozzá, hogy te szívesen, hogy én még mindig munkanélküli vagyok. És neked van barát? Van egy nagybátyám. Akkor vigyázz be. Megbízz meg. Csak egyszer járt itt. Most elment és soha többé nem fog visszajönni. Miért beszél úgy, mintha minden reményt feladott volna? Legalább hallok valami emberi szót. Akármilyen nagy a nyomor, azért még vannak barátságos emberek. Akiknek a legkevesebb ennivalójuk, azok adnak legszívesebben. A gonoszság egyfajta ügyetlenség. Aki énekel, vagy gépet épít, vagy pristültet, az a valódi jó szándék. Maga is jó szándék. És? Leszámoltál a férfiakkal? De azért nem görbe a lába. Talán nem. Biztosan nem. Figyelj, Rubi. Én két napja nem ettem, és legalább egy napja nem ittam semmit, úgyhogy még ha akarnál, az se tudnának szeretni téged. Nagy Péter, vagyis Yang Sun, állástalan repülő tudja, a romlatlanság virága elhervad, hiszen bár jónak lenni jó, de kinkeserves, így felszínre kerül a végtelenül természetes önzés is. Pilótának vagy repülőnek az a vágya, ugye, hogy a magasba jusson, a fellegekbe jusson, de ugye egy olyan világot élünk, amiben ez csak korrupció által lehetséges. Tehát az is, hogy az ember, hogy pénzt keressen, ahhoz pénz kell. Tehát egyből egy olyan szorítóba kerül az ember, amiből tehát vagy együttműködik és korrupt, vagy a másik az, hogy nem működik együtt, és tulajdonképpen mind a két út járhatatlan. És van egy szerelem, ami ezt az egészet viszont mégiscsak viszi előre, tehát hogy mégiscsak van egy értelme, de hogy hát ennek sincs azért komolyabb kifutása, legalábbis nem a szemünk előtt. Tehát, hogy igen, nehéz. Ugyanakkor a mélységek is megvannak, mélységek és magasságok egyszerre. Egyetlen egy kendőbe burkolva, úgy tetszik. Hát egyrészt igen, a mélység és a magasság, tehát hogy az egy nagyon fontos jellemzője ennek, hogy itt minden egyszerre van. Tehát hogy egyszerre van a jó és a rossz, egyszerre van a... Tehát minden tulajdonképpen egyszerre van egy nagy színházi keretbe belefoglalva, amely színházi keret egyébként megint csak egy ilyen teljesen egy kísérletinek mondható világ, ami... hogy is mondjam, tehát, hogy a maga állításaival megkérdőjelez, tehát gyakorlatilag ez a működés. Oh,
jó embereket keresünk a fekete és a fehér között számos változatot mutat fel, de minden kérdés nyitva marad. A darab lényege nem a válaszban, hanem a kérdésfeltevésben rejlik. A kérdésfeltevés tényében, abban, hogy még lehet kérdezni, bármennyire is kellemetlen. Wang megteszi ezt, hiszen ő maga a gyarló lelkiismeret. Az álmaiban történnek igazán mély dolgok, hogy úgy mondjam, tehát egy olyan embernek az így gyötrelmeit tudjuk nézni az én szerepemen keresztül, aki állandóan megpróbál valami mélyebbre ásni önmagában, és valami transzcendenst keresni, nevezhetjük azt Istennek, Isteneknek, akármi másnak, amit az ember ugye egyébként is megél a hétköznapjaiban, és valami a magassághoz való, a magasságot természetesen idézőjebb értem, ami a transzcendenst illeti. Úgy értettem, hogy ahhoz való kapcsolódás és annak a hídját megképezni az emberek és a természet fölötti között. De amikor az életben van, tehát a valóság a megteremtett világban kevésbé találja a helyét, ott a nagy jó akarat egy csomószor bűnbe ejti, mint ahogy mindenki mást végtelenül ironikusan írta meg szerintem ezt Brecht. Hadd mondjam el a szörnyű igazságot. Én vagyok a jó emberetek. Semmi. Igen. Én vagyok az. Szentek és súlytak. Én vagyok mindkettő. Egykori parancsotok jónak lenni és mégis élni. Kettéhasított engem, mint a villám, nem tudom, mi történt. Jó lenni másokhoz is, magamhoz, én nem ment egyszerre. Másokon is magamon segíteni túl nehéz volt. Nehéz a ti világotok. Túl sok nyomorúság, túl sok kétség. Kezdet, amit a nyomorúnak nyújtanak, azonnal kiképít. Aki az elveszetteken segít, maga is elveszett. Valami hibázik a világotokban. Valami rosszul működik. Miért kap a gonoszság díjat, és miért vár a jóknak kemény büntetésetek? Farkas harrorra gerjedtem látva a nyomort. Aztán éreztem, átváltozom, az ajkai állati ajakká lettek, mint hamu a szájba, úgy ízlett a jó szó. És mégis a külvárosok angyala akartam lenni. Átkozzatok el. Mindent, amit tettem, azért tettem, hogy a szomszédaimon segítsek. Hogy a szerelmemet szerethessem, és hogy a kisfiamat megóvjam az éhségtől és a szükségtől. Nagy terveitekhez, ti Istenek! Én szegényebben kicsi voltam. Hagyd abba! Ne beszélj tovább, te szerencsétlen! Mit gondoljunk mi? Mi, akik olyan boldogok vagyunk, hogy újra megtaláltuk. Be kell vallanom. Én vagyok az az ember, akinek itt a gonosz tetteiről mindenki beszámol. A jó ember, akiről mindenki csak jót mondom. A gonosz is. Ez félreértés. Néhány szerencsétlen körülmény. Egy-két szívtelen szomszéd, némi túlmuzgóság. De hogy éljen így tovább? Sikerülhet neki. Erős nő! Izmos! Sokat kibír! Jó embereket keresnek a megvilágosodottak, hiszen jó emberek vagyunk mind. Ezért is meglepő, hogy a városba érkező három istenség, akik öltönyükben és sarjukban ugyanannyira jöhettek az Olimposzról, mint a kínai vagy keresztény valláshagyományból, nem találnak egy jó embert sem, aki szállást adna nekik. Végül, mint tudjuk, Sente az utcalány fogadja be őket. Nekem egy József Attila vers jutott eszembe, ugye a két hexometert, azt biztos nagyon sokan ismerik, hogy miért legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis, miért ne legyek én tisztességes, kiterítenek úgyis, nem biztos, hogy pontosan idéztem, de a lényeg, hogy ugye az ember gyarló, de szerintem mindenkiben eleve ott van a jó, és az élete során mindenkivel történik ilyen-olyan, megpróbáltatósok elé állítja az élet, és végül is mindenki a döntése és a választásai alapján válik ilyenné vagy olyanná, de mindenkinek a kezébe adatott az a hatalom, hogy dönthessen úgy, hogy jóra törekedjen, és megpróbáljon jó lenni, és ha valaki ezt úgy kipróbálja, akkor szerintem jónak lenni jobb érzés, mint rossznak lenni.
Bár most kis ilyen megismételte nekem a Sartre-féle egzisztencializmusból egy tételt legalábbis, de amúgy Brecht módon. De az a fajta természetes önzés, ami végtelenül természetes, ugyanakkor nagyon is valóságos, az mire nyomja rá a bélyegét a mindennapokra ebben a darabban, de ami leképezhető a mi világunkra is? Hát ez a természetes önzés, ugye az életben maradás önzése, és ha az életben maradás ugye a mi napjainkban már nem mindig fordítódik úgy le, hogy szó szerint az életünk. Bár aki nagyon nagy nyomort és nehézséget él meg, az azért ezt sokkal jobban átérzi és tudja, hogy az ember egyik napról a másikra az életért harcol és küzd. Együtt, tehát együtt, közösen, kézen fogva életben maradni azért könnyebb. Tehát az ember a megszületésével és az emberi mi voltával a legszörnyűbb és a legnehezebb és a legpusztítóbb körülmények között is kéne törekedjen rá, hogy az emberi méltóságát, az önmagá, az emberi mi voltához való méltóságát próbálja megőrizni, és hogyha valaki nézi ezt a darabot, akkor lehet, hogy tehát, hogy ha már más nem, az ember azon gondolkozik, hogy tényleg egy kicsit jobb úgy dönteni bizonyos helyzetekben, még hogyha abból nekem nincs is, nem tudom, kézzelfogható előnyöm, de egyszerűen az érzés miatt, hogy jobb. És csak azt tudom mondani, amit már mondtam, hogy ez hatalmunkban áll. Csak ehhez kell művelődni, kulturálódni, kell sokat beszélgetni, kell színházba járni, hogy az emberben ez az érzés erősödjön. Kiben találsz hibát, dicsérje szó, dicsérje szív, a külvárosok angyalát. Lehet-e jónak maradni? Tesszük fel a kérdést. Ha az ember túl akarja élni az életet, akkor nehezen, hiszen Sente is az egyetlen jó ember a városban, és kénytelen időről időre sújítát nagybátyja taszító alakjába bújni. Ezek szerint az istenek rendszere lenne rossz, vagy az ember korcsosult volna el ennyire? Ez a darab nem ad választ erre. Nekünk magunknak kell megkeresnünk azt. Székesfehérvár adott otthont a Gregor József énekversenynek. Az énekművészet kedvelői nagyszerű élményekkel gazdagodhattak a háromnapos találkozón. Évente megrendezett énekversenyt először 2006-ban, akkor még Gregor József jelenlétével tartották meg. A megmérettetésnek hagyományosan a Hermann László Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Intézmény adott otthont. A város életében üde színfoltot jelent a zenei rendezvény. Nagyon fontos egy megyei jogú városnak, hogy a kulturális élete pezsgő legyen. Nagyon szeretjük ezt a versenyt, mert rengetegen jönnek országhatáron belül és kívül. Én azt gondolom, hogy mind a város lakosainak ez egy ajándék, hogy ilyen magas szintű zenét hallgathatnak, másrészt pedig akik ide jönnek, reméljük visszajönnek hozzánk, és meglátogatják újra városunkat. Pénteken este nyitó hangversenyre várták az érdeklődőket, ahol Gregor József özvegye levélben küldte el üdvözlő gondolatait. A házigazda város nevében pedig Breyer Éva, a polgármester köszöntötte a résztvevőket és méltatta a verseny alapítóját. A 5. országos Gregor József énekverseny története egy nagyon szép, megható történet. Mitől is szép egy történet, már-már meseszerűen.
sok értéktől, amit magában hordoz. És ennek az énekversenynek a története számos művészi és emberi értékkel jutott el a mai napig. Az énekverseny korábbi nyertesei léptek a közönség elé az esten, Sellei Etelka Katona Lórenttal egy Monteverdi opera záró duettjét énekelte. A virtuózokból is megismert énekes jó emlékeket őriz. Úgy gondolom, hogy pont Gregor József az, aki megmutatta nekünk fiatal énekeseknek, hogy milyen az, amikor az ember örömből és tényleg boldogsággal tud énekelni, és amikor esetleg nehezebb időszakok vannak az ember életében, amikor mondjuk a hangjával kapcsolatban technikai nehézségei vannak, vagy hasonló problémák, akkor megtalálni újra magunkban ezt az örömöt, akkor amikor az ember talál egy ilyen példaképet, akire fel tud nézni, akkor úgy gondolom, hogy tovább tud lendülni ezeken a problémákon. Másnap pedig már a diákoké volt a főszerep. Az énekversenyre az ország számos alapfokú és középfokú iskolájából érkeztek összesen 67-en. A háromnapos program során három kategóriában 5 versenycsoportban mutathatták meg tudásukat a tehetségek. Mivel az év kezdetétől még csak 2,5 hónap telt el, azért ez nagyon fontos, hogy ez alatt az idő alatt mit tudtak elvégezni a hallgatók, a növendékek, és hogy halljanak másokat is, hallják egymást, el tudják a saját szintjüket helyezni mások között. De azért is nagyon fontos, hogy az éneklés örömének szenteljék ezeket a napokat, és a zenélés örömének főként. Schulz Katalin egyetemi adjunktusa zsűri elnöke köszöntőjében kiemelte, minden résztvevő életében fontos állomás lehet a verseny, hiszen visszajelzéseket kaphatnak és gazdagodhatnak. A lényeg az, hogy úton vagyunk mindannyian, úton vagyunk, és tudjuk azt, hogy ez egy fontos állomás esetleg a mi életünkben, ahol sok mindent kaphatunk, találkozhatunk, gazdagodhatunk. Többek között Fruzsina is ezért érkezett a versenyre. Szerettem volna megmutatni a mostani tudásomat, hogy hogy állok. Én idén megyek felvételizni, és kiváló szakmai zsűri van, aki előtt szeretném megmutatni most jelenleg hol tartok. A zsűri tagjai zeneakadémiai oktatók, így amellett, hogy szakmai tanácsokkal látták el az énekeseket, egy képet kaptak a fiatal generáció képességeivel kapcsolatban. Színvonalas volt a verseny, természetesen egy verseny mindig olyan, hogy vannak kiugróan jók, és vannak olyanok, akik még kezdők, akik majd a nagyobbaktól fognak tanulni, de mindenki nagyon odafigyelt a helyes szövegmondásra. Van, akinek jobban sikerült, van, akinek kevésbé, a szöveg értelmezésére sokkal jobban figyeltek a tanárok is, és a hallgatók is, mint az elmúlt években. Erre mindig fel is hívjuk a figyelmet, úgyhogy gondolom, hogy ennek most már hatása volt. A kifejezés rendkívül fontos, ehhez persze érteni kell az idegen szöveget is, és ehhez persze át is kell élni a szövegtartalmát, a gondolati érzelmi tartalmát, és ezt nagyon sok énekesnek sikerült megvalósítania, úgyhogy nagyon örültünk neki. Reméljük, hogy sok professzionális énekes lesz az elkövetkező időszakban, de ha nem, akkor pedig zeneszerető közönség és olyanok, akik majd továbbadják a saját gyerekeiknek a zene és a művészetek szeretetét. Mint minden verseny, a Gregor József énekverseny is eredményhirdetéssel ért véget vasárnap, melyen részt vett Vakler Anna is. A város művészeti vezetője szerint Székesfehérvár nagy hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A tehetség az egyik legfontosabb megtartó erő lehet a város számára, és azt tapasztalhatja, hogy ezért a városvezetés minden módon kíván is tenni.
nem csak ösztöndíjakat hozott létre, nem csak olyan intézményeket tart fenn, amelyek ezeket a tehetségeket hivatottak gondozni, hanem van egyfajta szándék arra, hogy kövessük is a saját gyermekeink, a kiemelkedő tehetségeink életpályáját, és arra ösztönözzük őket, hogy felnőttként a pályájuk csúcsán is visszatérjenek a városunkba, és a velünk élő közösséget gazdagítsák. A rendezvényen kiosztották a külön díjakat, majd a kategóriák legjobbjai is elismerésben részesültek. Végül a legtehetségesebb fiatalnak járó Gregor díjat a budapesti Pap Viktor vehette át. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Paletta magazinnal jövő héten ugyanebben az időpontban ugyanitt találkozhatnak. Viszontlátásra!